Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejleszteni kell a térséget. Szekszárdon tartott tájékoztatót Navracsics Tibor. Együtt énekelt közel 500 gyermek, így emlékeztek meg Trianonról. Zajlanak a szakmai vizsgák. Közel 600 diákat számolt tudásáról Tolna vármegyében. Változékony időjárás sokakat megvisel a meleg és a pollen szezon. Letartóztatták a tengelici emberölés gyanúsítottját. A 29 éves férfit most egy hónapig megfigyelik, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Ha kiderül, hogy tisztában volt a tette következményeivel, akár 15 évre börtönbe kerülhet. Ebben az utcában élt Tengelicen az a 24 éves lány, akit június 1-én a hajnali órákban nagyanyjuk házában eddig tisztázatlan okból saját unokabátyja ölt meg. A 29 éves férfi egy 20 cm-es konyhakéssel esett a vétlen rokonának, akit több alkalommal megszúrt, majd elvágta a torkát. A gyilkos miután észlelte, hogy a fiatal lány már nem él, elmenekült. Őt a rendőrök kora délután el is fogták a település külterületén. Az azóta zárt osztályon kezelt férfi letartóztatásával kapcsolatban pénteken délután a szekszárdi kórházban tartottak a zárt ülést. Az ügyben eljáró ügyész percekkel ezt követően adott interjút stábunknak. A főügyészség álláspontja és indítványa szerint a férfivel szemben a nyomozás érdekeire állására, a nyomozás befolyásolásának veszélyére, illetőleg pszichés állapotára figyelemmel indokolt volt a legsúlyosabb kényszerintézkedés indítványozása, amelyet a szekszárdi járásbíróság nyomozás bírája egy hónap időtartamra az ügyész indítványnak helyt adva elrendelt. A főügyészség egyben indítványozta, hogy a letartóztatást Budapesten az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtsák végre. Amely indítványnak a járásbíróság szintúgy helyt adott, és ottani végrehajtással rendelte el a letartóztatást. Az emberölés büntetje, amelyel gyanúsítja a nyomozóhatóság 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, a terhelt pszichés állapotára figyelemmel a nyomozási bírói ülésre szintén a kórházi osztályon került sor. A nyomozási bíró mindenben osztotta a főügyészség indítványát, és egy hónapra elrendelte a letartóztatást. A gyanúsítottat most egy hónapig megfigyelik az e-mailben, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Amennyiben kiderül és bebizonyosodik, hogy teljesen kóros az elme állapota, tehát kizárt az, hogy a cselekmény következményeit felismerte, akkor az eljárás ez irányba fog tovább folytatódni. Amennyiben bűnösségét a bíróság megállapítja és ítélet születik, akkor a büntetés végrehajtása szintén ugyanebben az intézetben fog tovább folytatódni, tehát nem kerül be a többi rab mellé, hanem ebben a rövidített nevén IMEI nevű intézményben hajtják végre ezt a büntetést. Ellenkező esetben, ha kiderül, hogy a férfi elmeállapota nem kóros, vagyis tisztában volt a tette következményeivel, a kezelést követően börtönbe kerül, ahol akár 15 évet is eltölthet a rácsok mögött. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában beszélt többek között a családok védelméről, a 2024-es költségvetésről, az inflációról, az ukrajnai háborúról. Brüsszel azt javasolja, hogy tegyük tönkre a családokat azzal, hogy véget vetünk a rezsicsökkentésnek. Olyat kérnek, ami ellen 13 éve folyamatosan harcolok, mondta péntek reggel. Hozzátette, ez nem pártpolitikai kérdés, ugyanis egy baloldali kisnyugdíjas sem fizet szívesen többet a rezsiért. A 2024-es költségvetés kapcsolatban elmondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy fegyelmezetten gazdálkodjunk. Háborús idők vannak, védekeznünk kell. Meg kell védeni a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét jelentette ki hozzátéve, szerinte a családokat is meg kell védeni. Bőven van potenciál Tolna vármegye fejlesztésében, de azt, hogy milyen beruházások valósuljanak meg az országnak ezen a részén, a helyieknek kell eldönteniük. Erről beszélt Szekszárdon Navracsics Tibor. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter a kormányhivatal meghívásának eleget téve tartott tájékoztató fórumot a vármegyeházán.
A következő években kiemelt szerepet kap mások mellett az ipari parkok számának növelése és a már meglévők fejlesztése Tolna vármegyében. Erre azért van szükség, mert az országnak ezen a részén etéren van még mit fejleszteni, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az ilyen beruházások hatékonyan járulnak hozzá a gazdasági mutatók növekedéséhez. Erről is beszélt Navracsics Tibor szekszárdom. Van egy általános prioritásunk, ennek a lényege az, hogy minden fejlesztés támogassa azt a célkitűzésünket, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé tartozzon. Emellett van 3 olyan al támogatási rendszer, amely szintén a projektek támogathatósága szempontjából fontos, a felzárkóztatás, a versenyképesség erősítése, illetve a harmadik a zöld és a digitális átmenet támogatása. Az uniós források felhasználásáért is felelős szakpolitikus a források érkezése kapcsán folytatott tárgyalásokról azt mondta, a cél, hogy a hazánknak járó több mint 10 000 milliárd forint folyósítása még az idei évben megkezdődjön. Ugye a közeljövőben most már lezárhatjuk ezeket a tárgyalásokat. Az elmúlt egy évben mindent megtettünk, amit az Európai Bizottság kért, vagy adott esetben olyan felmerült a tárgyalásokon. Én abban bízom, hogy kedvező értékelésre fogja majd zárni a bizottság ezt a tárgyalássorozatot. Az uniós források felhasználása tekintetében hazánk a közösség leghatékonyabbjai közé tartozik. Magyarországon ugyanis ez a ráta eléri a 86%-ot, erről is beszélt Navracsics Tibor. A tájékoztató házigazdája Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja ennek kapcsán azt mondta, ez a hatékonyság az országnak erre a részére is elmondható, de van még tennivaló. A mostani időszakban törekedni kell arra, hogy ha és amennyiben ezek a programok megnyílnak, akkor gőzerővel ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hiszen Tolna megyében főleg inkább apró falvas településeken, de máshol is van mit bőven fejleszteni. A szekszárdon megtartott tájékoztató teltház előtt zajlott. A külföldi beruházók bizalma a jelek szerint minden támadás, érzelmi zsarolás és hisztériakeltés dacára töretlen Magyarország iránt, ami nagyban hozzájárult a gazdasági növekedés fenntartásához, a mostani nehézségek közepette is, közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. A tárca vezető rámutatott, hogy tavaly 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett hazánkba, ami hatalmas rekordnak számít, azonban ezt már az idei év első 5 hónapjában sikerült megdönteni, miközben az Európai Unióban 15%-kal estek vissza átlagosan a zöldmezős beruházások. Kijelentette, hogy mindezt nem lehetett volna elérni, ha a külföldi vállalatok szemében Magyarország kevésbé lenne vonzó beruházási helyszín, mint korábban, és ha az érintett cégek bizalma nem lett volna töretlen a magyar gazdaság iránt. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.413, közülük 6.210.980-an a második, 3.905.405-en a harmadik, 425.897-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták, derült ki a kormányzati sajtóközpont összesített adataiból. A múlt héten 171 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.202.887-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az előző héten elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 48.873-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.151.825, az aktív fertőzöttek száma pedig 2189-re csökkent. Jelenleg 23 beteget ápolnak kórházban, közülük 2-en vannak lélegeztetőgépen. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés 103. évfordulója alkalmából 5 dombóvári iskola diákjai vonultak ki együtt énekelni. Az eseményre a nemzeti összetartozás terén került sor, ahol a fiatalok pirosban, fehérben és zöldben sorakoztak fel a lezárt útszakaszon. Június 2-án emlékeztek meg a trianoni békeszerződés aláírásáról az iskolások Dombóváron egy közös énekléssel. Az eseményen több száz gyerek vett részt, hogy együtt énekelhessenek nemzeti színekben. Úgy gondoljuk, hogy a mai világban egyre fontosabb az összetartozás, az összefogás, és nagyon fontos a nemzeti tudat és a magyarságra való nevelés, és ezért iskolánk részéről volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a nemzeti összetartozást egy olyan
olyan rendezvényel, vagy egy ilyen kis projekttel erősítsük meg, hogy a nemzeti összetartozás terén, annak a napja alkalmából az önkormányzattal és a Dombóvár iskoláival összefogva közösen elénekeljünk egy dalt. Ez a nemzeti összetartozás dala, ez a Szalka Tamásnak a Készfogás című dala, és itt nagy örömünkre a többiek pozitívan reagáltak, és az összes iskolából csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, 5 iskola vesz részt jelenleg ebben, úgyhogy most izgatottan várjuk, hogy közösen elénekelhessük ezt a nótát. Az eseményen a város polgármestere Pintér Szilárd is részt vett, és elmondta, milyen fontos az ilyen és ehhez hasonló meghatározó történelmi eseményekre való megemlékezés. Ma születetett meg, és ezt köszönettel tartozom a városnak az intézményének, és kimondottan az Apáczi Csere János középiskolába igazgatórának, hiszen településen működő iskolák összefogtak, és egy olyan élőképet hoztak létre, amellyel azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Ez a hét egy kicsit sűrű volt a fiatalok életében, hiszen ezen a héten volt a kihívás napja is, és akkor is aktív résztvevő voltak, és minden várakozás meghaladóan 7700-an regisztráltak. Nyilván ez a mai 400-500 fő is nagyon szép létszám, és nagyon remélem, hogy június 4-én, amikor államtitkár úrral közös megemlékezést tartunk az összetartozás terén, hasonlóan magas létszámmal veszünk részt. A Dombóvári Nemzeti Összetartozás terén a Trianon emlékmű mellett közel 500 diák állt ki elénekelni a Nemzeti Összetartozás dalát, így megemlékezve az első világháborút lezáró békeszerződés következményeként Magyarországot sújtó nemzeti tragédiára. A NAV-tolna vármegyei munkatársai jövő héten a boltokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. Zajlanak a szakmai vizsgák a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben. A diákok jelentős többsége tanulói jogviszonyban szerezte meg tudását, de szép számmal vannak azok is, akik felnőttként adták fejüket a tanulásra. Éppen az egyik paksi cégnél vizsgáznak a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium karosszéria lakatos diákjai. Májusban és júniusban a centrum közel 600 tanulója a tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. Nagyon-nagyon jó helyen, nagyon jó környezetben. Nagyon sokat tudtam tanulni, meg nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni, amivel később a jövőben könnyebben fog boldogulni. Úgy minden érem, mind szakmailag, mind emberileg. A feladatok több részből állnak. A gépjármű mechatronikusok közül már 7-en vizsgáztak, a technikusok közül összesen 16-an, a karosszéria lakatosok pedig 8-an mutatták be tudásukat. A vizsga nagyjából 2-3 részből áll, egy interaktív vizsgából, egy gyakorlati vizsgából, illetve vannak olyan szakmák, ahol portfóliót is készítenek a diákok. Az interaktív vizsga az iskolában történik, számítógépen keresztül. Ez a régi írásbeli vizsgának felel meg, és itt nálunk vannak a gyakorlati vizsgák. Ez alól a vizsgatevékenység alól részben vagy teljesen mentesültek azok, akik szakmakiváló tanulója versenyen vagy országos szakmai tanulmányi versenyen az első fordulóban 60%-os vagy a feletti eredményt értek el. A szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben ez összesen több mint 30 tanulónak sikerült. Letartóztatták azt a 45 éves pincehelyi férfit, akitől közel 1 liter amfetamin olajat foglaltak le a rendőrök néhány napja. A külföldről hazahozott flakonokba rejtett folyadékból mintegy 7000 adag, azaz közel 25 millió forint értékű drogot tudott volna előállítani a férfi. A rendőrök május 26-án hajnalban csaptak le a férfire az otthonában, épp akkor, amikor Hollandiából hazaérve bérelt kocsijával leparkolt a háza előtt. Elfogása után átkutatták a lakását és az általa használt autót.
gyújtót is. Több grillgyújtós műanyagflakon került elő benne összesen 1 liter folyadékkal, ami a gyors teszt alapján amfetamira adott pozitív jelzést. Ezentúl a rendőrök a járműben találtak még egy fehér porral teli kis tasakot is, míg a lakásban különböző helyeken további ismeretlen fehér port, illetve folyadékot is, de előkerültek még a kábítószer adagolásához szükséges különböző eszközök is, úgy mint mérleg, illetve simítózáras nájlontasakok is. Egyre többen élvezik a nyáriassá vált időjárást, de vannak, akiknek ez szenvedést okoz. Ráadásul nyakunkon az allergia szezon is. Évről évre egyre többeknek jelentenek a pollenek gondot. A szakember azt tanácsolja, néhány praktikus tanács megfogadásával ezek a kellemetlenségek csökkenthetők. A változékony tavaszi-nyári időjárás során szinte naponta jönnek a frontátvonulások. Ez az arra érzékenyeket nagyon megkínozhatja. De elkezdődött az allergia szezon is. Érdemes az orvosi javaslatokat követni, hogy az érintettek kevésbé szenvedjenek a megjelenő tünetektől. Jellemzően a vérnyomás ingadozások meg a fejfájások szoktak problémát okozni, esetleg, hogy egy erős idegfront a vérnyomást föltolja, ízületi fájdalmakat okoz. Amit még így a nyár kapcsán megemlítenék, hogy most nagyon sokat esett az eső, és az nagyon jó kimosta a polleneket. Az allergiások azok most kevésbé érezték a tüneteket. De aki allergiás, annak tudni kell, hogy az allergia pollenjének megjelenése előtt legalább 1-2 héttel érdemes elkezdeni a gyógyszereket, mert a gyógyszerek hatásához 1-2 hét időtartam szükséges. Amikor beköszönt a tartós nagy meleg, az pedig az időseket, kerengési betegséggel élőket viselheti meg. Fontos, hogy ilyenkor odafigyeljenek az emberek nem csak magukra, hanem a környezetükben lévőkre is. A másik, ami nyáron még mindig fölmerül, az a vízivás. Én főleg az idős betegeknél tapasztalom azt rendszeresen, minden nyáron van 2-3 olyan beteg, aki annyira kiszárad, hogy gyakorlatilag kórházba kell küldeni. Úgyhogy ha valakinek van idős hozzátartozója, olyan 80 fölött, rossz a keringése, és zavartnak tűnik, akkor azért itasson meg vele 2-3 pohár vizet, most csodákat tud tenni. A hőség ellen tett óvintézkedéseknél nem mindig jut az emberek eszébe, hogy vannak olyan gyógyszerek, melyek fényérzékenységet okoznak. Ilyenek lehetnek például a fájdalomcsillapítók, fogamzásgátlók egy része, bizonyos antibiotikumok, kenőcsök. Fontos, hogy aki ezeket használja, mielőtt napra megy, olvassa el a használati útmutatót. Ezzel sok kellemetlen tünet előzhető meg. Regionális híreink következnek. Pécs vonzásában. Cégek betelepülését segítheti a most nyílt gyár a miniszter szerint. Jótékonysági gála koncert a Kerekvilág Alapítvány javára. A bevétellel integrált lakóház építését támogatják. Okos megoldások a minőségi időskorért. Konferenciát rendeztek Alsó-Mocsoládon. Világcégek érdeklődését keltheti fel a japán autóipari cég pécsi gyárnyitása a régió iránt. Ez további lendületet adhat a dél-dunántúli gazdasági fejlődésnek, erről is beszélt a magyar külgazdasági és külügyminiszter televíziónknak. Szijjártó Pétert kérdeztük az akkumulátorgyárak felépítése elleni tiltakozásról is. Ha ránézünk az ország térképére, akkor Budapesten és környékén, valamint Debrecen, Miskolc, illetve az északkeleti ország részben találunk nagy beruházásokat, mondta a magyar külügyminiszter pécsi látogatásakor stúdióbeszélgetésünkön. Éppen ezért fontos a délnyugati ország rész fejlesztése is, ami most a japán autóipari beszállító cég üzemnyitásával új lendületet kap. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a délnyugat magyarországi térség Baranya is a mostaninál sokkal hangsúlyosabban kerüljön fel az ország beruházási térképére. Az itteni parlamenti képviselőink is rendszeresen rágják a fülemet és emlékeztetnek arra a korábbi megállapodásunkra, hogy ide délnyugat Magyarországra is igyekszünk minél több beruházást elhozni. Most ennek infrastruktúrális körülményei, valamint a munkaerőutánpótlás adottakká váltak ennek a célkitűzésnek a végrehajtásához. A Szeiren Pécsre települése jó referencia, ami segítheti más világcégek ideérkezését, mondta Szijjártó Péter. Az akkumulátorgyárak magyarországi betelepüléséről és az ellenzéki tiltakozásról is kérdeztük a külügyminisztert. Az elektromos akkumulátorgyárak fogják eldönteni a jövőben, hogy melyik ország lesz versenyképes, melyik tud fejlődni, és melyik marad le. Tehát nyilvánvalóan az emberek legitim érzéseinek a kihasználása, leöntve egy nagy adag külföldi inspirációval, a nagyon tisztességtelen magatartás
az ellenzék részéről. Majd hát nyilván a polgármester úrnak is el kell számolnia itt Pécsen, majd a választók felé, nyilván ez megtörténik a jövő esztendőben, és majd a választópolgárok elmondják világosan, hogy ők mit gondolnak a polgármester úrnak erről a mozdulatáról. Mint ismert, a pécsi baloldali városvezetés egy olyan határozatot fogadott el, amely nem engedi meg az önkormányzat területén akkumulátorgyár építését. Erre utalt a külügyminiszter válasza végén. A teljes beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Okos megoldások a minőségi időskoré címmel tartott a konferenciát Alsó-Mocsoládon. Az esemény célja, hogy az új innovációkat az idős ellátás rendszerében is minél többen megismerjék. A rendezvényen elhangzott, hogy a településen működő idős otthonban a legújabb gondozási technikákat kezdik el tesztelni. Az idős ellátás rendszerébe beépíthető okos megoldások, eszközök és mesterséges intelligenciáról tartott a konferenciát Alsó-Mocsoládon. A konferencia célja, hogy minőségi időskort biztosíthassanak a lakóiknak az idős otthonok. A mai nap délelőttjének végén volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol szakértőkkel lehetett beszélgetni egy 40-50 percen keresztül, hogy miért is fontos a minőségi idősödés, hogyan lehet ezt támogatni, külföldön ez hogyan valósult meg, és mik azok a lépések, ahogy Magyarországon ezt elő lehetne lendíteni, azt a kultúrát megvalósítani, hogy az idősek azok fontosak a társadalom számára is. A rendezvényen különböző okos megoldások is bemutatásra kerültek, a konferencia második részeként tartott workshopok keretében. A mai rendezvény az arról szólt, hogy bemutassuk a döntéshozóknak az ország minden részéről offline és online módon ezt a lehetőséget, és rögtön meg tudják nézni és meg tudják tapasztalni ezt a valós életben, hogy ez miként működik bent magában az otthonban. Ez egy olyan idős felügyeleti lámpa, amely mesterséges intelligenciával működik, és észleli, hogyha egy idős ember bajba kerül. Automatikusan és rögtön riasztja vagy az ápoló személyzetet, vagy a hozzátartozókat, akik a lámpán keresztül mobiltelefonon rögtön beszélni is tudnak a bajba esettel, így azonnal segítséget tudnak neki nyújtani, akár több száz kilométerről is. Dráved Szilárd, a Génius csoport ügyvezetője elmondta, hogy az Alsó-Mocsoládi önkormányzattal és az Őszi Fény idősek otthonával megkezdett együttműködés keretében a legújabb idős gondozási technikákat kezdik el közösen tesztelni. Nagyszabású jótékonysági gálakoncertet tartott Szentpéteri Csilla zongora művész és zenésztársai Pécsen a Kodály Központban május utolsó napján. A bevételt a Kerekvilág Alapítvány javára fordítják. A szervezet célja mozgássérült és fogyatékkal élő emberek számára egy integrált lakóház felépítése. A gálakoncert a fogyatékkal élő emberekért szól szerdán este Pécsen a Kodály Központban. A Kerekvilág Alapítvány nagy tervének megvalósítását segíti Szentpéteri Csilla és zenészei, valamint népszerű énekesek fellépésükkel. A zongoraművész elmondta, rendszeresen ad jótékonysági koncertet, ez az életérzés közel áll hozzá. A támogatás, a segítségnyújtás az igazából 27 éves koromtól datálható. Akkor volt az első nagy jótékonysági koncertem a Zeneakadémián, és gyakorlatilag utána már sok-sok éven keresztül voltam különböző kórházaknak, és leginkább gyermekeknek, ahol beteg gyermekek voltak, voltam a nagykövetük, és a mai napig ezt a missziót folytatom is, tehát az elesettek, a betegek, a rászorulók. Kővári János, a Kerekvilág Alapítvány ügyvezetője elmondta, több mint három évtizede segíti a fogyatékkal élő emberek életminőségének javulását. Most is van egy nagy céljuk, a mozgássérült és fogyatékkal élő emberek számára egy integrált lakóház felépítése. Most 33 éves az alapítvány, és eljutottunk odáig, hogy az óvodától ezzel a projekttel most gyakorlatilag egészen az életük végéig tudjuk a fogyatékkal élő embereket segíteni. Abba, hogy egyrészt emberhez méltó életet élhessenek, jó életminőséget, és a társadalomban részt vehessenek. Ez a támogatott lakhatás is egyébként Kertvárosban, a Berek utcában, a többi ház között épül, egy ilyen kis társasház, és így lehetőségük lesz a mindennapokban együtt élni az ott élőkkel. Itt 12 mozgássérült, illetve értelmi fogyatékos felnőtt önállóan és akadálytalanul élheti majd az életét, tette hozzá Kővári János. A jótékonysági gála esten fellépett még Széchy Máté, Gájer Bálint, Király Linda. Többek között Frank Sinatra, Tina Turner, Leonard Cohen világslágerei csendültek fel nagy klasszikusok átiratai mellett. Végül mutatjuk újra röviden Tolnavár megye legfontosabb híreit. Fejleszteni kell a térséget. Szekszárdon tartott tájékoztatót Navracsics Tibor.
Együtt énekelt közel 500 gyermek, így emlékeztek meg Trianonról. Zajlanak a szakmai vizsgák. Közel 600 diákat számolt tudásáról Tolna vármegyében. Változékony időjárás sokakat megvisel a meleg és a pollen szezon. Szombaton és vasárnap túlnyomóan napos vagy felhőtlen idő várható. Említést érdemlő csapadék nem hullik, esetleg délnyugaton fordulhatnak elő délelőtt elvétve kisebb záporok. Több fokkal alacsonyabban tetőzik a hőmérséket az előző napokhoz képest. Hétfőn már napos jellegű időre lehet készülni. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!